Kedves nézőink, Csire, Fanni, Pődör, Rebeka és Virág Noémi áll a kamerán került, és ez nem véletlenül, hiszen mindhármuk számára óriási jelentőségű mérkőzés következik Kisvárdán, szombathelyi színekben első NB1-es mérkőzés. Beki, mit jelent számodra ez a fantasztikus jelentőségű mérkőzés? Már közel 10 éve kézilabdázom itt Szombathelyen, és már nagyon várom az első NB1-es meccset, mert igazából már hosszú évek óta ezért dolgozunk, és már nekem is egy nagy álmom, és nagyon örülök, hogy végre sikerült elérni. Fanni, neked is egy álom valósulhat meg? Igen, én is így gondolom, nagyon izgatott vagyok, és nagy öröm számomra, hogy megmutathatjuk végre NB1-es meccsen is a tudásunkat. No, te pedig már a csapat egyik legrutinosabb játékosa vagy, közel 50 NB1-es mérkőzés után, neked nyilván más, de szombathelyi színekben neked is ez az első. Igen, nekem már Szombathelyen ugye ez a 4. évem, igazából ezért igazoltam úgymond haza, itt születtem Szombathelyen, és ezt 3 éve is elmondtam, hogy szeretnék a szülővárosomban újra NB1-ben pályára lépni. És egy körkérdés végül mindenkihez, sikerülhet-e a bravúr Kisvárdán? Nagyon remélem, a csapat felkészült, és remélem, hogy sikerül majd nyernünk. Fanni? Bízunk benne, igen. No, gondolom, te sem mondhatsz mást. Úgy gondolom, hogy a főpróba nagyon jól sikerült, bizakodóak vagyunk, és én úgy gondolom, hogy képesek vagyunk rá.